Hamarosan elkezdik a sportcsarnok bontását, majd az új csarnok építését. Ma délelőtt aláírták a kivitelezési szerződést. Azonnal mondjuk és mutatjuk a részleteket, előtte azonban nézzék meg a többi hírünket röviden. Emeletes vonat, mától próbaüzembe állt a ceglédi vonalon is az ilyen típusú szerelvény. Bölcsödeszépítés, kerítést festettek és műfüvesítettek a Deák utcai és Dózsa György utcai épületnél. És 90. születésnap családja és az önkormányzat is köszöntötte Tarkó Sándorné. Híradó hétfőn itt a Városi Televízióban, jó estét kívánok! Aláírták a kivitelezési szerződést, vagyis elindulhat a Gály József sportcsarnok bontása, majd építése. Két egyesület, a férfi kosarasok és a női kézilabdások fogadhatnak TAU felajánlást az építkezésre. Az új létesítményben verseny- és munkacsarnokot is kialakítanak. 9 öltöző és konditerem is lesz. Cegléd is belép végre azon városok sorába, amelyek a TAO felajánlásoknak köszönhetően végezhetnek nagy volumenű sportberuházást, hangzott el a sportcsarnok kivitelezési szerződésének mai aláírásán. Ez azért is fontos, mert a Pest megyei városok nehezen jutnak támogatáshoz, főként ilyen kedvező, 70%-os támogatottság intenzitásúhoz. Így néz ki most a csarnok, korszerűtlen már a világítás, az évtizedek óta beázó tető folyamatos gondokat okoz, vödrök fogják fel az esővizet. A lelátó is cserére érett már, és az öltözőket, valamint a vizes blokkokat is fel kellett volna újítani. Mindezek mellett az épületgépészeti eszközök is régiek, és cseppet sem energiatakarékosak. Mindezeken túl is hosszan lehetne sorolni, miért vált elengedhetetlenné a Gály József sportcsarnok felújítása. Ráadásul az egyesületek sportolói számára elengedhetetlen a létesítmény megléte. És ki kell hangsúlyozzon, hogy nem csak a minőség, nem csak az NB1-esek, vagy az NB1B-sek, vagy NB2-es csapatokról beszélünk, hanem a szabadidős sportról is, hiszen a környéken iskolák vannak, például a gimnázium, a török szakközépiskola, akik szintén használták, meg használják ezt az épületet testnevelés órák tartásához. Kulcskérdésnek tartom, a sportba beruházni nem kidobott pénz. A Férfi Kosárlabda Egyesület, valamint a Női Kézilabda Egyesület jogosult arra, hogy társasági nyereségadókból kérjenek támogatást a sportcsarnok felújítására. Ők írták alá most a szerződést a kivitelezővel. A felújítás elindulását természetesen a város polgármestere is örömmel fogadta. Dr. Csáki András elmondta, nem csak városvezetőként, de orvosként is nagyon fontosnak tartja a rendszeres testmozgást, és azt, hogy ehhez meglegyenek a megfelelő feltételek, így például egy korszerű sportcsarnok. A munka elindul hamarosan, de ez nem jelenti azt, hogy nem számítanak a továbbiakban a vállalkozókra, hiszen még van szükség támogatásra. Most itt a nyilvánosság előtt Cegléd vállalkozóihoz fordulok, hogy tulajdonképpen az újjáépítés költségei megvannak, ott vannak az önök TAO pénzei formájában, úgyhogy nagyon szépen kérem minden ceglédi vállalkozót, illetve a környék vállalkozóit, akik fontosnak tartják, hogy ez a projekt megvalósuljon, hogy vegyék fel a kapcsolatot akár Ványi Zsolttal, akár Vasvári Csabával, és a TAO-jukat áldozzák erre az új minden bizonnyal nagyon szép sportcsarnokra. A kivitelező cég ügyvezetője pedig arról is beszélt, megtiszteltetés számukra a felkérés és ez a munka. Idén ünnepli cégünk a 25. évfordulóját. Azt gondolom, hogy jelentős tapasztalat áll mögöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű beruházást véghez tudjunk vinni, és hát azon leszünk, hogy legjobb tudásunk szerint kivitelezést hajtsunk végre a megrendelőinknek a legnagyobb megelégedésére. A szerződés kötés tehát megtörtént, a héten a munkaterület átadás is lezajlik, a tervek szerint ebben a hónapban pedig a bontás is elkezdődik. A felújítás időtartama várhatóan másfél év lesz.
A tervek szerint létesül egy versenycsarnok kétoldali lelátóval, ahol 1000 néző tud helyet foglalni. Épül egy 200 férőhelyes munkacsarnok is, mindezekhez pedig 9 öltözőt is kialakítanak. A beruházás része egy közel 200 négyzetméteres konditerem külön öltözőkkel és persze irodák is helyet kapnak a létesítményben. A létesítmény nem csak sporteseményeknek adhat otthont. A beruházással a város legnagyobb kulturális és rendezvényterme is létrejön. Ráadásul a két teremnek köszönhetően akár a mérkőzések, edzések mellett ugyanabban az időpontban másik kulturális rendezvény is tartható. Az üzemelést pedig az előírásoknak megfelelően korszerű energetikai megoldások biztosítják majd. A ceglédi vonalon is elindult az első emeletes vonat próbaüzeme. Mostantól a nyugati pályaudvar Szolnok közötti zónázón és emeletes szerelvényeken közlekedhetnek az utasok. A vonat üzembeállításán sajtótájékoztatót is tartottak, ahol a MÁV vezérigazgatója úgy fogalmazott, az új vonatok és a tervezett pályafelújítások után egy egészen új vasút szolgálja majd ki az utasokat. Ma reggel 7 óra 48 perckor kigördült az első emeletes vonat a ceglédi állomásról is. A Magyar Vasút több évtizede nem látott fejlesztésen megy keresztül, ennek egyik példája az emeletes vonat is, mondta az esemény alkalmából tartott sajtótájékoztatón a MÁV Start vezérigazgatója. Az új emeletes vonatok 600 ülőhelyen rendelkeznek, összességében 1000 utas szállítására alkalmasak. Még 40 ilyen érkezik 2022-ig az agglomerációba, ebből 7-8 a ceglédi vonalon áll majd forgalomba. És ezzel a 40 darabbal és a meglévő 123 darab flirt motorvonatunkkal, melynek az első példányait, a piros flirtöket is felújítjuk, teljessé válik az a koncepció, hogy Budapest elővárosában teljes körűen modern motorvonatokkal, nyugat-európai szintű, lehet mondani világszintű motorvonatokkal fogunk közlekedni. De itt nem állunk meg, ugye ezen a vonalon is közlekednek már modern IC plusz járművek, amiket Szolnokon gyártunk, és ezekből is folyamatosan jönni fognak az új darabok. Kerékgyártó József beszélt arról is a tervezett pályafelújítások és infrastruktúrális fejlesztések eredményeként, valamint a volánnal való összeolvadásnak is köszönhetően a közösségi közlekedés egy régen vált óriási fejlődésen mehet keresztül, és valódi alternatíva lehet majd az egyéni közlekedésre. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár pedig arról is beszélt, miért is kiemelten fontos ebben a régióban a közösségi közlekedés fejlesztése. Azt azért tudni kell, hogy ebben a térségben az embereknek az ingázás az egy életforma. Gyakorlatilag legtöbben a középiskolás kortól, a középiskola elkezdésétől nyugdíjig ingáznak, és a vasút az gyakorlatilag családtag. És ahhoz, hogy szeressük ezt a családtagot, vagy szerethesse minden család ezt a családtagot, ehhez a vasútnak is sokat kell tenni, és ahogy az igazgató úrtól hallottuk, most egy olyan korszak van végre, amikor a MÁV egyfelől megkapja a szükséges állami támogatást, másfelől pedig saját erőből is olyan fejlesztéseket tesz, ami elérheti azt, hogy valóban szerethető legyen, és az, hogy nap mint nap, ha vonaton utazunk az ingázók, az segíti azt, hogy pontosan, normálisan beérhessenek a munkájukra, és pontosan hazaérhessenek a családjukhoz, gyerekeikhez, hiszen ez az életminőséghez, az életminőség javításához nagyban hozzájárul. A térség országgyűlési képviselője Földi László is örömmel üdvözölte az új vonat forgalomba állítását. Én bízom abban, hogy ez az új motorvonat rendszer, ami majd beáll a Szolnok-Budapest forgalomban, ez megkönnyíti, meggyorsítja a ceglédiek és a cegléd környéki emberek életét, gyorsabban érnek el a fővárosba, és kulturált körülmények között utazhatnak. Én jó egészséget kívánok mindazoknak, akik használják a vonatot, és a vasút alkalmazottainak, akik ezt rendelkezésünkre bocsátják nekik is, és reményeim szerint a következő évek, mint ahogy vezérigazgató úr is mondta, egy teljesen megújított, felújított, megújhodott vasúttal állunk szemben a következő években, és mind az itt élők, mind pedig a környékbeli élőknek a legnagyobb örömére. Az új emeletes alacsony padlós, wifivel és klímával felszerelt, akadálymentesített vonat tehát ma reggel kigördült a ceglédi állomásról, és ezután folyamatosan forgalomban is lesz a vonalon.
Mától újabb szigorítást vezetett be a MÁV és a Volánbusz. Már nem csak a buszokon és a vonatokon, hanem a megállóhelyeken és az állomásokon is kötelező a maszkviselése. A gazdaságvédelmi operatív törzs pedig arról döntött, január 1-től újabb 6 hónapig meghosszabbítják a hitelfizetési moratóriumot. A családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint a vállalkozások számára. Mától a buszmegállókban, valamint a vasútállomásokon is kötelező a maszk használata. Eddig csak a buszokon és a vonatokon volt kötelező viselni a maszkot, ám mától új rend lép életbe. A szigorítás a 6. életévét be nem töltött gyerekek kivételével mindenkire vonatkozik. A vasúttársaság és a Volánbusz minden olyan utasát kizárja az utazásból, aki nem a rendeletben előírt módon viseli az orrot és a száját eltakaró maszkot. A szigorúbb intézkedések értelmében a sál vagy a kendő már nem megfelelő, mindenképpen maszkot kell hordani. Pótdíjat kell fizetni annak az utasnak, aki a felszólítás ellenére sem hajlandó felvenni a maszkot, de nem csak pénzbírság jár a renitensnek, le is szállíthatják a járműről, és akár rendőrt is hívhatnak a szabályszegőhöz. Hétvégén a hiteltörlesztéssel kapcsolatban is döntés született. A hiteltörlesztési moratóriumot meghosszabbítják újabb fél évvel január 1-től, a gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok számára, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak számára. Nekik nincs teendőjük, a moratórium automatikus. A vállalkozóknak viszont be kell jelenteniük, ha kérik a hiteltörlesztési moratóriumot. Akkor lesznek rájogosultak, ha a bevételük több mint 25%-kal csökkent az elmúlt időszakban. A kormány arról is döntött, a járvány előtt felvett minden hitelnél 6 hónapra felmondási tilalmat rendelnek el. Megszépült a Deák utcai bölcsöde kerítése, és műfüvesítettek a Dózsa-György utcai bölcsöde udvarán. A felújítási munkákat egy pályázat segítségével 200 000 forinttal támogatta a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete, és az önkormányzat is hozzájárult a két épület szépítéséhez. Szombaton délelőtt nagy volt a sürgésforgás a Deák utcai tagbölcsödénél. A gyerekek apukái csiszolták a kerítést, míg az intézmény dolgozói festettek. Ez a kezdeményezés a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezetének támogatásával valósulhatott meg. 2018-ban a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának azt a címét, hogy Pest megyei család esélyteremtő és önkéntes ház. És ennek az akciónak a keretén belül valósítunk meg különböző programokat Pest megye szerte. A felújításra nagy szükség volt már, mondta Turcsik Tímea. Körülbelül két és fél hónapja keresett meg a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezetétől Ecsegi Veronika, hogy nyertek egy pályázatot, és támogatnák a bölcsödénket 200 000 forinttal, és hát akkor találtuk ki, és már évek óta terveztük a kerítés festést az egyik bölcsödénkbe, így a Deák utcai bölcsödében, a Dózsa-György úti bölcsödénkben pedig a műfüvesítést, és mondta Veronika, hogy hát erre természetesen lehetőség nyílik, ez a Bölcsi Tuning program keretében, hogy kaptunk az alkalmon, és hát megszerveztük ezt a napot. A munkákban mindenki aktívan kivette a részét. Nagyon hálásak vagyunk ennek a programnak a megvalósítására, az EMMI-nek, a Magyar Vöröskeresztnek, Ceglédváros önkormányzatának, köztük dr. Csáki András polgármesternek, az apukáknak, akik már két hete segítkeznek nekünk, és a kolléganőinknek, akik bevállalták ezt a napot, és megszépítik a bölcsödénket. A csiszolást nagyon alaposan kellett elvégezni, hiszen több réteg festék volt már a kerítésen. A szürke színű kerítés most zöld színt kapott. Emellett párhuzamosan a Dózsa-György utcai tagbölcsödében sem telt tétlenül a nap. Ott műfüvesítették az udvart. Ez nagy álmunk volt már, mert hát itt az udvarunk ez esős időben nagyon-nagyon sáras. A fűültetése nem alkalmas. 2013-ban próbálkoztunk gyepszőnyeggel, de sajnos nem vált be. És ezzel próbáljuk most ebbé varázsolni az udvarunkat, és nagyon örülünk ennek a segítségnek. A műfüvet nagy gondossággal helyezték el az udvaron, így még szebbé téve azt. A gyerekek számára pedig még élvezetesebbé válik majd a kinti játék. A szerető család a nyugalom és a munka a hosszú élet titka, a 90 esztendős Tarkó Sándorné szerint. A szépkorú asszonyt lánya, unokái és ismerősei mellett az önkormányzat is felköszöntötte. Irénke néni kiváló egészségnek örvend, és megtanult számítógépezni is, hogy napi szinten tudja tartani a kapcsolatot távolabb érő unokáival.
Ajándékcsomaggal, virággal és emléklappal érkezett az alpolgármester Hegedűs Ágota a 90. születésnapját ünneplő Tarkó Sándorné Irénke nénihez. Nagyon sok szeretettel köszöntöm. A szépkorú asszony nagyon várta a születésnapot, bár mint mondja, a családja mindig is összetartó volt, szeretik egymást, és nem telik el úgy nap, hogy ne beszélnének, ne tudnák, mi van a másikkal. Nagyon örülök, hogy így a család összejött, meg összejön, különben szeretetbe. Éltünk, azt nem tudom én, amíg élek, megköszönni, amit a lányomtól kapok, meg a vőmtől, úgy szeretetben, és az főleg az unokáktól. Irénke néninek egy lánya, 3 unokája és 2 dédunokája jelenti a biztos hátországot. Férjét sajnos több mint 10 éve elveszítette. A szépkorú asszonynak a hosszú élet titkáról határozott véleménye van. A szeretet és a békesség. Amikor megesküdtünk katolikus templomba, és a plébános kísért bennünket ki az ajtóig, akkor a férjem ott át, középen volt ugye a plébános, és akkor átszólt a férjem, hogy ígérd meg itt most még egyszer, hogy az életben sose veszekszünk. És akkor én mondtam, kimondtam, de nem is veszekedtünk. Úgy leéltük az életünket, hogy mi soha, úgyhogy hangos szóval mi soha nem veszekedtünk. A család és a szeretet mellett a munka is nagyon fontos, tette hozzá Irénke néni, aki nyugdíjba vonulásáig a tanácsnál dolgozott, először mint költségvetési előadó, aztán osztályvezető. A szépkorú asszony kiváló egészségnek örvend, és elárulta azt is, megtanult számítógépezni, hogy tudja tartani a kapcsolatot távolabb élő unokáival. A kerek születésnapról természetesen a gyönyörű torta sem hiányozhatott. Márai Sándor művei által inspirált grafikák és Márait idéző gondolatok láthatók, olvashatók abban a kötetben, amit pénteken a Ceglédi Könyvtárban is bemutattak. A kötet készítője Miklosovics László képzőművész, aki nem csak a könyvről, de életéről is mesélt. Juhász István moderálta azt a beszélgetést, aminek keretében Miklosovics László legújabb kötetét ismerhették meg az olvasók. Márai idézetek és hozzájuk készített grafikák láthatók a könyvben, amit pénteken tehát Cegléden is bemutattak. A könyv Márai Sándor születésének 120. évfordulójára készült. A grafikák alkotója, a könyvet összeállító képzőművész azonban nem csak a kötetről beszélt, de életéről, grafikusi pályájáról, egy-egy könyvborító megszületéséről is. A könyvkiadóban kaptam egy-egy munkát, és fölültem a vonatra, úgy nem tudom, ki emlékszik, akkoriban egy kézirat, ilyen hártyapapírra nyomott kéziratok szoktak lenni, abban az ember megkap egy adagot, és azt mondják neki, hogy Miklósovics, ma péntek van, akkor hétfőre kérünk egy könyvborítót ehhez. És akkor az ember fölül a vonatra, és elkezdi nyálazni. És egy idő után ezzel a olvasási tapasztalattal, de elkezdett működni nálam egy olyan, ami egy őrület, az oldalolvasás. Erre nagyon vigyázzanak. A beszélgetést a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombaráti körének tagjai színesítették egy-egy márai mű előadásával. Miklosovics Lászlóval terveink szerint hamarosan stúdiónkban is beszélgetünk a kötetről. Ezzel a kulturális hírrel köszönöm meg mai figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap a szokott időben, este 6 órakor jelentkezünk majd. Most pedig háttérmagazinunk jön, amelyben az új sportcsarnok kivitelezési szerződésének aláírásáról szóló hosszabb összefoglalót láthatják. Tartsanak velünk továbbra is. Szép estét, viszontlátásra!